A Salgó-Tarjáni Flóra Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a hagyományőrző, kárpát-medencei, mesemondó, népzenei és meseillusztrációs találkozót a József Attila Művelődési Központban. Életünk felejthetetlen élményei közé tartozik, amikor új barátra lelünk, vagy amikor teljes frissességében éljük át az új benyomások sokaságát, amiből ezután életünk végéig meríthetünk. Éljétek meg a sikert, elismerést, nyújtsatok egymásnak biztatást, támaszt, s osztozzatok a szerencsés és örömteli pillanataitokban. Legyen itt sok móka és kacagás, és minden elraktározott élmény legyen hasznotokra a későbbiekben is. A mesemondó találkozó megjelenteket dr. Dániel Zoltán alpolgármester köszöntötte. A héten, amikor megkaptam a szokásos, csodálatos meghívót, akkor kikerekedett a szemem, mikor megláttam, hogy ez már a 21. alkalom, hogy itt Salgó-Tarjánban sor kerül erre a találkozóra. És ahogy visszamentem az időbe, konstatáltam, hogy hanem már több mint fél évtizede én is köszöntőként itt vagyok minden évben, és veletek találkozom. Én elsősorban szeretném megköszönni Ági nénének és mindenkinek, aki hozzájárul a szervezéshez, hogy ezt a rendezvényt évről évre sikerül itt Salgó-Tarjánban létrehozni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és további jó egészséget és kitartást kívánok a 22., 25., 30., stb. Találkozóhoz. A mese segít a belső feszültségekkel való megküzdésben, a negatív érzések és a félelmek feldolgozásában. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki ma itt van ebben a teremben, és szerencsére jó sokan vagyunk, az már nyertesnek mondhatja magát, hiszen a mesével foglalkozott, a mesékbe időt, energiát tett bele, és ezáltal valami produktumot létrehozott. A köszöntőt követően kezdetét vette a műsor, ahol a gyermekek bemutatták tehetségüket. Ennek a kislány a nem jutott állja, jaj, de megharagszik, majd máskor jut neki jobban iparkódni. Bárcsak, gyors, bárcsak, ki a párját nem találja, keresse magának. Isten, jó napot! Adjon Isten! Hová tart? A pásztori vásárra. És mi jóért? Hát, veszek ezt meg azt, van elég pénzem, nem panaszkodhatok. És hogyha összetalálkozna Sisa Pistával, félnél tőle? Dehogy félnék, még a szemét is kikaparnám. Bántotta magát Sisa Pista? Dehogy bántott, miért bántott volna? Akkor miért moskolja, miért beszél ilyen csúnyán róla? Amit hallottam, elég, hogy így beszéljek felőle. No, jó van, néném. Itt van egy pergaras. Visszafelé hozzon nekem 200 gombos tűt. Adjon Isten, néném, hozott-e gombos tűt? Hoztam, hát. No, jó van, jöjjön velem egy kicsit beljebb, mert én vagyok Sisa Pista. Elhisztek egy pár gombos tűt a talpába, hogy soha többé ne beszéljen így Sisa Pistáról, mert a betyár akkor így fizet. Hegyes fület,
hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jól élj, morzsa, kedved ne kapja tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságban, anyám egyetlen jószága. A versenyzők bemutatkozása után, a jó hangulatú délután a meseillusztrációs tárlat megnyitásával folytatódott, majd a program egy közös táncázzal zárult a főtéren, amit egy következő részünkben láthatnak.